Sziasztok! Ma folytatom a Stainless Steel 6.4-es magyar hadjáratomat, és itt maradt abban, hogy megostromoltam Písát, és hát a következő körben el is tudom venni, csak ahhoz még szükségem van egy katapultra, mivel tudom azt, hogy a játékban egy katapultnak nincs annyi lőszere, hogy betörjön egy falrészt, szóval, és egy kőfalrészt, a legalapvetőbb kőfalrészt, szóval kell még egy katapult ahhoz. És és készülök a bizáncok elleni támadásra. És ahogy látom, még most se vették el izét, Kairót. Á, de ostrom alatt áll. Jó van, 8. Na jó, azt hiszem, hogy egy körváltás jön. Na. Ez itt mi? Nuremberg, hát persze. Ó, szakszon húskarlok. Na várjunk, franciáké. Na akkor a német-rómaiak nem állnak hadban a franciákkal már. Na jó, körváltás. Oh, bakker! Na, ne szopas! Wow! Hát, van egy ötletem amúgy erre a csatára, hogy hogy fog kinézni. Ez úgy fog kinézni, hogy nagyjából kifogyunk a lőszerből, és visszavonulunk. És ha megint le akarnak támadni, akkor harcolunk megint. És akkor kétszer annyi lőszer tudok elhasználni, mintha például egyszerre küzdenénk meg velük. Szóval kifogynak a lovasi eszkó lőszerből, és visszavonulunk. Utána megtámadnak megint, megint lesz lőszerünk. Méghozzá este is van a francba. Utálom. Szóval nem... lesz ez olyan... hosszú csata. De az ellenségnek veszteséggel fog járni. Azt tuti. Na menjenek a lovasíjászok. Szedjünk le pár genovait. Egy csomó genovai milicista basszus, aki most fog először lancsát a kezébe. És magyarok ellen küldik őket. Há de hülyék. Most megismeritek a magyar harci stílust. Lenyilazunk mindenkit, azt viszlát. Ó, oh, hello, lovas milicisták. Kifogyott az itáliaiakból a római vér. Már nem olyan harciasak. Oldalba lőjük őket, az kész. Hát azért van némi veszteségem, de nem olyan sok. Szép nagy veszteséget okozunk. Szedjétek le őket!
Le tudnánk győzni ezt az első sereget simán, de a másodikkal már nehezen bírnánk el. Ezért is lesz az, hogy majd visszavonulok. Ó, te! Mi a fene? Jaj, szegény genoaiak. Csak úgy hullanak. És megtört ez az egység is. Na ja. Van azért némi veszteségem, de azt hiszem a sajátjaim ölik meg. Nem az ellenség. Szedjétek le őket! Alig várom már, hogy elérjük az új korszakot, jobb katonákat kapjak. Feudális, most nyergeletlen feudális lovagok, sokkal, de sokkal jobb katonákat kapunk majd. Hello, hello. Mailed Knight! Ugyebár az európaiak tudják ezeket a vértezett lovagokat, a magyarok pedig a magyar nemes lovasi íjászok. Vitatkozhatnánk, hogy melyik a jobb. Elég jól működik amúgy az előcsatározó mód ebben a játékban. Tetszik. Hova lett az a csapat, Mailed Knight? Vértezett lovag. Itt van? Lószart se lehet le. Ja, itt van, szedik őket. Ez a hadvezére is. Ja, ott van. Gyerünk ide, srácok! The enemy general lies dead. We have sent the core to hell. Jó, mert most könnyedén megtörjük őket. Na de azt hiszem elkezdhetünk visszavonulni ezzel a fősereggel. És ezekkel itt vissza. Ti mehettek is. Taktikai visszavonulás. A sereg felét meg is öltük. Ú, mi a fene? Rengeteg magyar nemes meghal. Azoknak, akiknek kevés a lőszerük, már küldöm is el. Azaz, szedjétek őket! Vissza, vissza! A battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Mindenki vissza! Mehetünk, azt hiszem végeztünk. Tide of battle seems to have turned against us. Ja. We must act and halt this turn of events. Hát de hülyék vagytok. Only intervention by the almighty lord or a military genius can bring our army as tired. De miért vagytok ennyire bénák, hogy belefuttok az ellenségbe, könyörgöm?
Ne legyetek bénák! Még párat leszednek. Az jó. Már hiába hozza. Lord, be merciful. We have lost half of our men. Only intervention. Jó, vissza. Oh, veszítettem 329 embert, az ellenség meg pontosan 2000-et. Az nagyon jó. Nagyon jó csata volt. Oh, Velencét, nem már. Nem volt ez olyan rossz. Kör végén elveszem Pisát, utána el kéne venni Rómát, és a pápai államot legyőzni. A bizáncok nem üzentek hadat. Település ostrom alatt, portugál király halott, német-római vezető halott, Mór kalifát halott. Ó, magyar nemes király. Építsünk bányát Innsbruckban. Ó, hét kör után tudunk számszerű ijászokat. Meg kell ez. Balista marad. Téged leszerelünk. Oké. Okay. Zágráb még egy kör és tovább fejlődik. Jó. Váradon elkészült még pár egység, irány erre. Oké. Okay. Két kör, mi? Megtámadjuk Törgovistét. Ti irány kassába. Ti irány erre. We go. There are no rules in Alders, my king. I have no time for parties. Ajaj, ebből baj lesz. Pedig jó a izén velük. Egy nagyon jó velük a kapcsolatom a lengyelekkel. Azt beszopnám, ha megtámadnának. Adok 10 000-et. Very generous. Oké, okay, akkor nem adok 10 000-et, csak 3 000-et. Hülye köcsög. Ha elutasít egy... ezért.
Ha elutasít egy ajánlatot, akkor kell neki adj ajándékba 100 dénárt, utána pedig adhatsz újabb ajánlatokat, különben nem fogad el semmit. Just reject? Hát dögölj meg! Tehát azt írja, hogy very generous, szóval, hogy elfogadja, de mégse. Jó, nyírjuk ki ezeket. Hát jó, remélem nem üzennek hadat a lengyelek. The battle seems to be swinging in our favor. From such tidings does victory emerge. Sword Sergeant, ezek zsoldosok. Only half the enemy force remains. The enemy general lies dead. Azt elcsapták. The enemy army runs. We must pursue and hunt them down. Ja, ennek a seregnek annyi. Ez teljes megsemmisülés. Nyolc embert veszítettem. Romlott a kapcsolat. Jó, ezeket rakjuk egybe. Nincs zsoldos. Azt a két magyar nemest küldjük fel ide. Kell egy lándzsás. Oké. Na jó, vegyük el Píshát. Tűz a katapultokkal. Boom. Bedöngöljük a falat, az bemegyünk és elfoglaljuk a várost. Van 57 testőre. Az tök jó. Ennek 40, ennek 30. Az rengeteg nehéz lovas.
lőjük ezeket itt a falakon. Hát ha megölnek párat a balliszták. Annyi az egész balisztáknak rengeteg a lőszerük. Ó, megöltek hármat, kettőt. Jaj, a párat leszednek azért. Szép! A kapuházat lőjétek. Ne öntsenek olajat. Jó, bár eltalálják könnyedén. Jó, hogy van két katapult, ezentúl a csapatoknak mindig kell katapultokat adni, hogy be tudják törni a falrészeket. Így egyből támadhatunk egy-egy helyen, ahol például kevés a védőcsapat. Jó, nem biztos elég lesz a lőszer. De elég lesz. Oké. Lőj rá erre. Jó. Kell egy láncsás egység, gyorsan. Támadunk! Jó sok íjászom van. Ballisztát ide. Katapultot el onnan. Olajat már nem öntenek, ha minden igaz, mivel szétdöngöltem a kaput. Jaja, olajat nem öntenek. Na, hogy fog kinézni ez a támadás? Hát legelőször csak a milicistákat küldöm be. Meg a zsoldosokat. Létrák hol vannak? Itt vannak. Szép. Gyerünk a falakra. Ahogy látom, az ellenség visszavonul. Akkor nem muszáj felmenni a falakra. Hú, oké. Balliszták, állj! Láncsások előre. Először csak a láncsás milicisták mennek. Te ide, te is ide. Te pedig erre. Plusz a balliszta is jöjjön befele. És láncsásokkal szépen előre. General's bodyguard. Oh, hello. Van egy csapat. Két zsoldos számszerű íjász is jöjjön ide. De ne lőjenek. A balliszták ide csak. Innen lőnek a főtérre, ha minden igaz. Lőjetek! Hát, az nem fog összejönni. Aja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 j
kutyaimat lövitek. Hát ja, nem a legjobb a rálátás. Na jó, inkább támadunk. Számszeríjászokat erre. Szerintem minden ellőnek egész addig. Ja, simán. Ó, király. Oké. Gyerünk erre. És ti oda. Egy-két jó találatot a ballisztákkal, srácok. Jó, bakker, mit csináltok? Hozzuk be ezt a kartforgató egységet. Ó, oh, szép volt! Ó, wow. Megsültek. Mi az ég? Vissza. Lőjetek! Wow, szép volt. Veszélyesek azok a számszeríjászok. Hol az a csapat boszniai íjász? Gyertek csak ti is ide. Ó, bakker! Vissza hadvezérekkel. Előre! Rengeteg a lándzsás. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Jó, a számszeríjászok leszedik őket. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Oh, hello! Rengeteget lelőttek. Megsemmisítjük őket. A boszniai jászok nem lőnek el addig? Igaz, a boszniai jászok nem lőnek valami messze.
Gyerünk, szedjétek le őket! Szép! Na lőjetek tovább! Ez kb. Ennyi volt, a városa miénk. Halomra lőttük őket, basszus. Veszélyesek ezek a számszerű jászok. Ez jó volt. Kapcsolati jelentés. Romlott a kapcsolatod. Hát persze, hogy romlott. Ez alap. Pár egység nem lehet probléma még. Ó, oh, de béna egy kereskedő. Continuing on. Done for today, my lord. I shall rest until morning. Tomorrow's journey awaits. We are not fool enough to trade with our sire. Moving quietly. Na jó. Magyar nemes. Oké, okay, azt hiszem körváltás. Ah. Ez most komoly? Hát, ha ennyire akarják a harcot. Ó, Frank lovagot, nem? Harcra! Ó, a lovasságot leszedjük. Mik ezek? Breton könnyű lovas. Ú, azok nem menjünk közel hozzájuk. Ez is az, nem? Ez Bounty Sergeant. És ezek testőrök, ugye? Ja, General's Bodyguard. Boszniai íjász. Így lőnek a katapultok. A boszniai jászok már lövik a breton könnyű lovasságot. Szedjétek le őket! Gyenge tábornoki testőrség.
Ja, a Breton könnyű lovasságnak annyi, boszniaiak leszedik őket. Egy hadvezérnek annyi. Szedjétek le őket, szedjétek le! Ezek szétfutnak. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Ó, landzsásokat szétszedik. De lőjetek! Lőjétek őket! Ti hátba lőjétek! Fordulj már meg a jó ég szerelmére! Lőjétek le őket! Már alig vannak! Már nem ellenfél a testőrség, közelharcban sem lenne az. Á, elkezdődött a csata. Vessük be a nehéz gyalogságot. Már csak a hadvezére él. Testőrs, már az se! Our men have slain the enemy general. Without him, troops will lose their will to fight. Rom! The battle is very much in our favor. Az ellenség megtört. Victory will be ours. Oké, oké, ajajajajajajajaj. Ne legyen olyan sok foglyunk. Minél többet öljünk meg. Mondom, állj! Mit nem lehet ezen érteni? Ott ez egy lándzsás milicista. Egy csomó frank lovag meghalt. Meg is törtek, hülye gyávák. Look how our cowardly foe run. Ez ennyi volt. Szedjétek le őket. Gyerünk, nyírjátok ki őket mind. Na jó, lovasíjászok nagyjából kifogytak, de még van némi lőszerünk. Azt kihasználjuk. Na hát ez csúnya vereség a genovaiaknak, már megint. Jó, kapjuk el őket. This is a
501 embert ejtettünk foglyul. Nem olyan sok. Jó sokan meghaltak. A pápai állam ott van. A fene vigye el őket. Az baj. Na de azt hiszem jött egy hadüzenet a bizáncoknak. Remélem a lengyelek nem üzennek hadot. Fenébe. Keresztes sereggel. Érdekes. Egy újabb angol keresztes sereg. Rengetegen csatlakoznak a keresztes hadjáratba. Felfedező cél jöhet. Ez az. Nagyon jó sereg. Való. A fene vigye el a szicíliaiakat. Oké. Okay. Ó, Zagreb tovább fejlődik, király. Ó, itt lett egy hadvezér. Az jó. My lord. Men, mark! We seek passage, not battle outland. Yes. Yes. Is there something I can do for you? Adok 7000-et. Baltik lándzsások. Ezek pogányok. Ó, letis crossbowment adnak. Altar of Perkunas. Perkunas. Mi a fene? Orders, my king. Yes, of course. Making camp here. My lord. An honor to serve, my lord. An honor, lord. Without question. Túl sokan védik. Ó, ez nem kell. Vissza. Hagyjuk egyelőre a bizáncokat, nem? Vagyis megtámadom őket Durazzónál. Elveszem Durazzót. Artát. Egyelőre túl gyenge itt a csapat, ti meg erre kéne gyertek. Na mindegy. Meglátjuk, hogy lesz. A legelőször szabadítsuk fel Bolognát ostrom alól. De ahhoz ki kell nyírjuk ezeket.
nyírjuk ki ezeket a pápai állami csapatokat. Oké. Balliszták, katapultok előre. Mondom. Te. Mi a... Jó, mindegy. Ti oda, így jó lesz. Ijászok. Oda. Ó, ezt a 27-es lándzsást nem kellett volna hozni. Oké. Kevés a lovas ijász. Egy egység. Oké. Ahogy látom, ők fognak engem támadni. Katapultjaim vannak, számszerű ijászaim. Ha nem támadnak, csak halomra lőjük őket. A lovas ijászok hadd menjenek. Süssétek meg őket! Wow, az majdnem a hadvezére volt. Ó, az a Papal Guard az erős. Látom, városi milicisták ezüst szintű fegyverzeten. Tüzet rájuk! Papal Guardot lőjétek! Ó, Istenem, de hülyék vagytok! Egy normális rólmot nem tudtok csinálni. Rohamozzatok! Jó, mindegy, mert ez se roham volt. Mondjuk, de rohamoztak egyet, vagyis én úgy látom. És persze, hogy megtörnek a gyávák. Hisz gyáva itáliaiak, basszus. Lőjétek le őket. Öljétek meg ezt a pár testőr. Mi a szeget lőttök oda? Ott még van egy csapat Papal Guard. Mert a Papal Guard nem törik meg soha. És hogyha például a pápai állammal játszasz, leképzel egy csomó Papal Guardot, azt amúgy se törnek meg. Nem kell attól félni, hogy elfut a sereg.
Meg amúgy a svájci gárdisták is kb. Olyanok. Oh, hello. De amúgy csak a pápai testőrség olyan, ami tényleg nem törik meg soha. Ha jól tudom. Hát inkább ne lőjetek többet, hagyjátok az íjászokra a dolgot. A hadvezérem nagyon ott van a csatában. Ups! Mik ezek itt? Városi milicisták. Hát nem lesz valami sok foglyom. Ami jó. Oké, ennyi volt. 292 fogoly. Elengedjük őket, hadd menjenek. Azt hiszem elveszem a szicíliaiaktól Ancona várát. Jó, reméljük nem lázadt fel. Ezek itt szerintem megtámadnak. Oké, itt ki kell támadjunk. Jó sok a lovas. Amúgy van egy ötletem, ami remélem összejön. Megölöm a hadvezérét, és mivel keresztes sereg, ha nincs hadvezér, eldezertálnak. Szóval, ha meg tudom ölni a hadvezérét, és visszavonulok, akkor eldezertál a sereg. Jó sok jó hadvezér. Szóval, a hadvezérét kéne megölni valahogy. Szóval ti oda. Ezek a magyar nemes lovas íjászaim. Hát itt is van egy csapat feudális. De a hadvezére az itt van. Küldjünk egy nyilat a képébe, az kész. Az a baj, hogy az a sisak megvédeni. Mi a fene? Pozícióra áll az íjászaim ellen. Szedjétek le ezeket! Ott a hadvezére. Szép! Hadvezérének vége. Ez kapott nyilat a képébe. Egy kicsit laggol a játék. Látom, a lovasságát ki kell nyírjuk. Jó, vissza a várba, és vissza kell vonuljunk, az kész. Kilépünk a csatából, és vége. És ha minden igaz, akkor el fog dezertálni a sereg. Vagy ugyebár meg tud támadni, de nagy valószínűséggel keresztes sereggel nem próbálkozik meg. Mondjuk legyőzhetnénk ezeket, nem azért. Tényleg, amennyit lehet öljünk már még meg, vagy törjük meg őket teljesen, alig vannak.
Ha már itt vagyunk, miért ne? Amennyit lehet, öljünk meg, utána vonuljunk vissza. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Mik ezek, hogy nem adják fel? Feudálisok? Oh. My old knight-ok. Azokat elverjük közelharcban is, ha kell. Na jó. Wow, katapultok. A lovasi jászaimnak még mindig rengeteg lőszerük van. Na jó, jöjjenek ki a testőrök, az kész. Vége. Vége lesz a csatának. Sorakozzanak fel a testőrök és a hadvezérek a csatára. Rohamozzatok és pusztítsátok el őket. Ennyit a német-római keresztes seregről. Vágjátok le őket! Kész. Ennyit a keresztes seregről. A többi azt hiszem el fog dezertálni, mivel a hadvezér meghalt. Romlott a kapcsolat. Hát persze, hogy romlott. Nem számít, hogy nemes módra elengedem őket, de megutáltok. Jó, ti haza. Oda? My lord. Yes. Your majesty. Orders my king. Your majesty. Move out and honor to serve. Kicsit sok, de mindegy. And honor to serve. Te vagy a király. King Hetény. Hetény király. Mi a neved? Mátyás Árpádházi. Ó, felnőtt Mátyás Árpádházi. Az jó. Vannak itt gyerkőcök, ahogy látom. Kaplony, János Árpádházi, Levente a Záchnemből, Ladomér. Á, van itt egy csomó gyerek. Rómát nem védik annyira. Ajjajjaj. Stefano. Hát ez megint egy ugyanolyan csata lesz, hogy megölünk amennyit lehet, azt visszavonulunk. A következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!